Otopen van! Ez hihetetlen! Na jó! Ez lesz az évszázad legfontosabb tudományos felfedezése, mi pedig nemzeti hősök leszünk! Oké, menjünk át! Gyertek! Ez őrület! Na jó, állítsd fel a kamerát! Jó? Figyeljetek! Elmondom, hogy csináljuk! Először mondok egy bevezetőt! Aztán szép lassan elindulunk befelé, és filmre vesszük ezt a csodálatos élőlényt, rendben van? Na, kész vagyok? Oh, nagyon fontos! Figyeljetek! Junior! Figyeljetek! Figyelek! Nehogy ráijesszetek, oké? Valószínűleg borzalmasan fél. Rettek tőlünk, szegény! Rendben. Jó, oké. Hangfelvétel indult, tessék! Kamera forog. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beszélek most. Hello, a nevem Peter Golki. Ez itt a különös állatvilág. Ide jöttünk. Felkutattuk és megtaláltuk Bigfootot. Jól hallották, megtaláltuk Bigfootot. Az állatokat már hosszú ideje állatként kezeljük, nem emberként. Úgy beszélünk róluk, hogy hülyék, gyávák, agresszívek, kretének, primitívek, vérengzőek. Egymást teszik, fajtalankodnak egymással, megtámadnak egyszerűen bárkit, bárhol. De vajon az állatokat jellemezzük így, vagy inkább az embereket? Ha? Talán ez a Bigfoot összekapcsolhatja az állatokat és az embereket. Talán az ő szelídsége megtanít és emlékeztet minket arra, hogy az emberiség fennmaradásához békére és harmóniára lenne szükség. Ne baszd meg! Mi van? Ott van a hátad mögött! Oh, baszd meg! Mondjátok, tudja valaki, hogy mit mondott ez a monstrum, mielőtt nekünk jött? Azt mondta, hogy... Ha? Mint aki meglepődött volna. Dehogyis. Inkább üvöltés volt. Igen, szerintem is. Sőt, szerintem határozottan fenyegető hang volt, valami ilyesmi, hogy megöllek titeket. Én ezt hallottam. Ja, én is pontosan ezt. Igen, én is hallottam. Vagy nem? De, abszolút. De, igen, ja, csak tudjátok, én még soha nem öltem meg semmit. De önvédelemből tettük, szóval... Ja, teljesen. Ezt a mitológiai szörnyeteget, ezek a rohadt franciák keltették életre, basszus, erre eddig nem jöttem rá. Ezt a franciák az 50-es években alkották meg, hogy rettegésben tartsák és végül megöljék az amerikai népet. Ha nem végzünk vele, akkor előbb-utóbb lemészárolt volna mindannyiukat! Igen, pontosan! Ha egy szúnyogot repked a fejed körül, akkor nem nézed tétlenül, hogy idegesítsen és esetleg megfertőzzön a nyugat-nílusi vírussal. Nem! Agyon csapom a rohadékot! Ahogy mi tettük. Csak mi fegyverrel csináltuk. Hát, nem tudom, srácok, én csak... Mi van? Úgy értem, hogy... Kit érdekel, nem? Na, igen. Megérdemelte, hogy meghalljon a rohadék. Nagy szőrös vérengződök. Láttátok, hogyan támadt volna ránk? Ki van éhezve rá? Igen, hosszulj meg, te szemétláda! Többet nem ijesztgetsz.